A Loki TV ezúttal arra volt kíváncsi, hogy az utcaemberének mi a véleménye a DVSC szezon kezdetéről, valamint hogy mit tippelnek a most pénteken este 8 órakor kezdődő DVSC MTK mérkőzés pontos végeredményére. Szerintem meggyőző a szezon kezdetű a srácoknak, ugye vereség még nem volt, két döntetlen, két győzelem, csak így tovább, hajrá Loki! Szerintem nagyon jók és veretlenek voltak. Ügyesek, igen. Szerintem nagyon jól haladnak, és hát így tovább neki. Sziasztok, köszöntök mindenkit! Azt gondolom, hogy az, hogy négy meccs után is veretlen a csapat, ez egy nagyon jó dolog. Szerintem ezt aláírta volna mindenki, ezt a kezdést. A Videóton otthonából nem sokan fognak tudni pontot se hozni, én azt gondolom. Talán amit sajnálok, az a Mezőkövesd elleni pontvesztés itthon. Egyébként azt látom, hogy jó a csapat, jól mennek, harcolnak. Van ebbe, azt gondolom, ráció így az egész szezonra nézve. Elégedett vagyok a csapat eddigi teljesítményével, de nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a védekezésére. Eddig tökéletes szerintem. Csak így tovább. Az elmúlt szezonhoz képest szerintem nagyon jól indult a csapat. Vannak még hiányosságok, látni lehet, hogy azért még nincs egészben a csapat, de szerintem nagyon jó munkát végez az edző, és csak így tovább. És végezetül kérnék egy pontos tippet, hogy szerinted mennyi lesz a most pénteken 8 órakor kezdődő DVSC MTK mérkőzés végeredménye? Én 2-1-es hazai sikerre tippelek. 3-1. 1-0 lesz a végeredmény. Szerintem 2-1. Azt gondolom, egy nagyon jó mérkőzés lesz, és egy góllal fog nyerni a Loki. Szerintem 1-0 lesz a végeredmény. Nyerünk 3-0-ra. Akár 1-0 nekünk. Reméljük nyer a Loki. Hajrá, Loki!